Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Látogatási tilalom, ha megelőzést szolgálja az intézkedés. Tovább fejlődnek a kistelepülések, Felsőnálán az Ady Endre utca, Kölesden a Kismegyeháza újult meg. Karácsonyi csomagosztás, csak a regisztráltak kaphatnak az adományból Szekszárdon. Nyílt napok, novemberben is várják a tanulókat a Tolna megyei szakképzési centrum iskolái. Látogatási tilalom lépett életbe a Tolna megyei Balassa János Kórház minden osztályán október 28-án. Dr. Szűcs Mária, orvosigazgató úgy nyilatkozott, a betegellátás zavartalanul működik tovább. Kiemelte, a mostani intézkedés elsősorban a megelőzést és a betegek védelmét szolgálja majd. A Szekszárdi Balassa János Kórház közleménye szerint a koronavírus járványügyi adatainak ismeretében átmeneti látogatási tilalmat rendelnek el valamennyi osztályon. Szűcs Mária orvosigazgató kiemelte, az intézkedés a megelőzést szolgálja. A kórház felkészült a járvány esetleges feledősödésének kezelésére is, ennek megfelelően ugyanúgy, ahogy az eddigiekben a D-épület látja majd el a járványkórházi feladatokat. A helyzet a betegek iránt érdeklődők vagy számukra csomagokat vívők számára is más szabályokat léptetett életbe. A kezelőorvosokkal változatlanul tartható a kapcsolat a honlapunkon megjelent telefonszámokkal, illetve 3-ától, tehát november 3-ától a járványkórházban visszaáll a diszpécser központ, és akkor ott a munkatársaink felveszik az érdeklődők adatait, telefonszámát, és továbbítják a kezelőorvosnak, aki majd fel fogja hívni a családot, és megfelelő tájékoztatást ad. A rendelkezés nem érinti a kórház munkáját, jelentette ki Szűcs Mária. A fekvő és járó beteg ellátás folyamatos. Aki viszont csomagot akar beküldeni, annak ez a portaszolgálat igénybevételével válik majd lehetségessé. Természetesen a csomagokban csak a legszükségesebb dolgok legyenek. Aki 6 óra után akarja leadni a csomagját, erre van lehetőség, de az már csak másnap kerül fel a címzethez, illetve itt a szülészet épületébe szánt csomagokat pedig itt a Veselényi portán lehet leadni. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a nap folyamán bejelentette, napokon belül az ország összes egészségügyi intézményébe bevezetik a látogatási tilalmat. 4039 új koronavírus megbetegedést igazoltak szerdán idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 859378 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 45, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 30692 főre emelkedett. 1970 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 204-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.947.000-en kaptak. Tolna megyében 64 új fertőzöttet regisztráltak szerdán, ezzel a járvány kezdete óta 18.326-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. Újabb védelmi intézkedéseket vezet be a kormány a koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón bejelentette, döntés született arról, hogy a munkaadók előírhatják a koronavírus elleni védőoltást a munkavégzés feltételeként, ha a dolgozók biztonsága ezt kívánja. Ezt az állam, mint munkaadó is érvényesíteni fogja, az önkormányzatoknál pedig a polgármester dönthet az oltás előírásáról. Aki december 15-éig nem oltatja be magát, azt a munkáltató fizetés nélküli szabadságra kötelezheti. Továbbá november 1-től kötelező lesz a maszkviselés a közösségi közlekedési eszközökön, és az egészségügyi intézményekbe is bevezetik a látogatási tilalmat az országban. A szociális intézményekben erről az intézményvezető dönthet.
Továbbra is arra kérünk mindenkit, hogy oltassa be magát. Ezek az intézkedések is azt célozzák elsősorban, hogy az oltások száma emelkedjen. Ha Európában megnézzük a járvány negyedik hullámának adatait, akkor egyértelműen azt igazolja vissza, hogy az oltás az egyetlen, ami hatékony védelmet biztosít. Ahol nagyon magas az oltottak száma, ott alacsony a negyedik hullámban a megbetegedések, kórházba kerültek és elhunytak száma, és minél alacsonyabb az oltottak aránya, annál tragikusabb a helyzet. Szerdán közel 55 millió forint értékben adtak át fejlesztéseket, Felsőnánán az Ady Endre utca, Kölesben pedig a Kismegyeháza újult meg. Az ünnepélyes átadókon Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő elmondta, a kormány elhivatott a vidékfejlesztés mellett. Ünnepélyes keretek között újabb fejlesztéseket adtak át Felsőnánán, ahol 750 méter hosszan, csak nem 20 millió forintból újult meg az Ady Endre utca. A település az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázaton nyert forrást az útfelújításhoz, ami most már lehetővé teszi a biztonságos közlekedést, mondja a polgármester. Felsőnánán azért el lehet mondani, hogy szinte az összes útszakasz elég elhanyagolt, leromlott állapotban van, és ez az útszakasz volt az, amelyik leginkább rászorult a felújításra. Többször volt már olyan, hogy a személyautóknak az alja leért az aszfaltos úton, akkora lyukak voltak benne, most szerencsére most már úgy tudnak menni, hogy hangjuk sincsen szinte az autóknak. Kölesden a Kismegyeházában, amely jelenleg művelődési intézményként funkcionál, 35 millió forint értékben történtek fejlesztések. A munkálatok során kicserélték a belső nyilászárókat, illetve a villamos rendszert, továbbá a csaknem 50 éves vizes blokk újult meg. A magyar falus pályázatok, vagy bármilyen pályázatok nem lennének egy ilyen kis településnek, mint Kölesd is, amíg csak 1500-an lakunk, akkor nem tudnánk, nem ilyen nagyságrendűt, még kisebbet se tudnánk fejlesztésre fordítani, nincs annyi pénzünk. Ezek nagyon jók, ezek a pályázatok. Az ünnepélyes átadókon Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő elmondta, a kormány elhivatott a magyar vidék fejlődése mellett. Remélem azt, hogy ezek a fejlesztések is hozzájárulnak a kis települések életkörülményei a javításához, illetve az itt élők valóban úgy érzik, hogy a kormány odafigyel rájuk. Az idei évben a Magyar Falu programban összesen 250 milliárd forinttal támogatja a magyar kormány a kistelepüléseket. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai felhívták a figyelmet arra, hogy október 25 és november 7-e között országszerte ellenőrzik a koszorú, virág és ajándékkereskedőket és az ünnepekhez kapcsolódó termékek értékesítőit. A revizorok a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint az online pénztárgépek használatát vizsgálják. Idén is szervez karácsonyi csomagosztást a szekszárdi szépkorúaknak a város önkormányzata. A már hagyományos adományozáson azonban csak azok vehetnek részt, akik november 18-áig beregisztrálnak a megadott felületeken. A csomagok alapvető élelmiszereket és egy kis édességet is tartalmaznak majd. Idén 5. alkalommal kedveskedik a szekszárdi önkormányzat a város időseinek karácsonyi ajándékcsomaggal. A 2017-ben indult kezdeményezés egyre népszerűbb a település szépkorúi között, hiszen míg az első években kevesebb, mint 3000 ember jelentkezett, addig tavaly már meghaladta a csomagok száma az 5000-et. Azonban idén is csak azok részesülhetnek az adományban, akik ezt igénylik. Regisztrációhoz kötött az ajándékcsomagoknak az átvétele. Ez a regisztráció november 2-től november 18-áig tart. Kétféle módon, telefonon és e-mailen lehet regisztrálni. Telefonon a 74-es körzet 999-333-as telefonra lehet a hívásokat bonyolítani, ott a kollégáink fölveszik, és akkor elkérik azokat az adatokat, amikre szükség van, illetve e-mailen a szépkor@szekszard.hu e-mail címre kell elküldeni a nevet, a lakcímet, a születési helyet és időt. Ennyi már elég is ahhoz, hogy a regisztráció teljes legyen. A tavalyi évben a pandémia miatt az önkormányzat dolgozói házhoz vitték a csomagokat. A sajtóreferens most úgy nyilatkozott, bár még nem tudják, hogy alakul decemberig a járványhelyzet, egyelőre nem így készülnek.
december 6-a és 16-a között, ahogyan korábbi években is megszokhatták a szekszárdiak a volt Hungária biztosító épületében, időben elhúzva, ABC sorrendben nyilván kiértesítünk mindenkit, hogy mikor veheti majd át a csomagját. Két pótosztást is tervezünk, ez pedig december 20-a és 21-e. A csomagok alapvető élelmiszereket fognak tartalmazni, de az összeállításkor arra is odafigyelnek majd a dolgozók, hogy egy kis édesség is jusson az ünnepek előtt a szekszárdi szépkorúaknak. 155 találkozási ponton 1900 önkéntes csoportban több mint 90 ezeren dolgoztak idén a 9. alkalommal megrendezett Teszed hulladékgyűjtő akcióban. 2021-ben közel 3000 tonna hulladékot szedtek össze az országban, köztük Tolna megye több településén is. A programokon intézmények, munkahelyi közösségek és társadalmi szervezetek is képviseltették magukat, a szükséges felszerelést pedig az előző évekhez hasonlóan az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosította minden településen. Steiner Attila, az ITM körforgásos gazdaság fejlesztésért, energia és klímapolitikáért felelős államtitkára elmondta, évről évre egyre több illegális hulladéklerakót szüntetnek meg az országban. Az államtitkár beszélt arról is, hogy ma már egy telefonos alkalmazás a hulladékradar segítségével is bárki könnyedén bejelentheti az illegális lerakókat. Az elmúlt 9 évben Magyarországon több mint 30 ezer tonna szemetet gyűjtöttek össze az önkéntesek a Teszed program során. Novemberben a Tolna megyei szakképzési centrum összes iskolája nyílt nappal várja a most 8-os diákokat. Csapó Gábor főigazgató szerint a tanulóknak ezeken a programokon lehetősége nyílik betekinteni az oktatási intézmények életébe, tanóráiba. Így szeretnének a családoknak segítséget nyújtani a fontos döntés meghozatalában. Próbáljuk meg ezt, egy olasz süteményekről beszélünk. Kettőfajta olasz süteményt készítettünk, egy félig. Te neked befejezd. Melyiket fejeznéd be szívesebben, a tiramisút vagy a pannikottát? Inkább a tiramisút. Nagyon jó. Nyílt napok zajlanak a Tolna megyei szakképzési centrum iskoláiban. Csapó Gábor, az intézmény főigazgatója szerint nehéz helyzetben vannak a most 8. osztályos diákok, hiszen hónapokon belül fontos a jövőt érintő döntést kell meghozniuk, mégpedig, hogy melyik középiskolában folytassák tanulmányaikat. Ehhez nyújtanak segítséget a nyílt napok. A Tolna megyei centrum mind a 8 intézménye iskolája szervezett a múltban, és fog szervezni még az ősz folyamán nyílt napokat az érdeklődő szülőknek és 8-osoknak. A múlt héten már 3 intézményünkben volt ilyen nyílt nap. I'm very happy seeing you there. Hopefully you will come to be a student here, and I hope you all understand what I'm saying. Többek között Bonyhádon, a Tolna megyei szakképzési centrum Percermor Technikum és Kollégiumban rendhagyó módon halloweeni hangulatban teltek az órák és a nyílt naphoz kapcsolódó rendezvények. Erre látogathattak el a szülők, illetve a tanulók. Mind a mellett, hogy az érdeklődők részt vehettek a tanórákon, részletes tájékoztatást is kaptak az intézményben zajló képzésekről. Az iskolában legközelebb november 26-án várják ismét a 8-os diákokat. Azt gondolom, hogy aki lemaradt, az se késett még el, van nagyon-nagyon sok lehetőség arra, hogy bemutatkozhassanak a Tolna megyei szakképzési centrum iskolái intézményei. Abban nagyon bízunk, hogy a jövőben is ilyen nagy érdeklődésre tarthatnak majd számot ezek a nyílt napok, mutatva ezzel az, hogy a szakképzés mennyire népszerű ma Magyarországon. Csapó Gábor elmondta, hogy november 5-én és 6-án az Ady Endre Technikum és Kollégiumban és a Bezerédi István Technikumban, november 9-én pedig Pakson az első István szakképző iskolában tartanak legközelebb nyílt napot. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Ne hagyjuk, hogy visszatérjen a múlt. Fórum Pécsen Semjén Zsolttal. Önkéntesség, katonák és diákok teszik rendbe a hadisírokat Kaposváron. Mérgezés a kécsi állatfarmon, kétféle szerrel törtek a kutya életére. Bár az elmúlt 10 év a családok támogatásáról, a fejlesztésekről, a gazdasági felemelkedésről szólt, azonban a 2010 előtti időszak az elvonásokról, eladósodásról, a családok elszegényedéséről, leszakadásáról, amiről beszélni kell a választások közelettével, mondták azon a fórumon, amit Pécsen tartottak. Ugyanis azok a baloldali politikusok akarnak visszajönni a hatalomba, akik tönkretették az országot, hangsúlyozták,
Ezért óriási a tétje a 2022-es országgyűlési választásnak, amire fel kell hívni a figyelmet, mondták a politikusok előadásaikban. Ne hagyjuk, hogy visszatérjen a múlt elnevezésű esemény vendége, Semjén Zsolt, miniszterelnök helyettes volt. Ne hagyjuk, hogy visszatérjen a múlt. Ezzel a címmel tartottak fórumot a Pécsi Nagy Lajos gimnáziumban kedd este. Az est házigazdája azt mondta, egy évtized eltelt, ezért emlékeztetni kell a pécsi embereket arra, hogy a Gyurcsány vezette baloldal mit hozott Baranya megyének 2010 előtt. Pécset a bukott baloldal maga után közel 44 milliárd forintos adósságot hagyott, amelyet a magyar kormánynak kellett átvállalnia. Pécset is nagyon sokan megszenvedték a szocialista kormányok alatt az egekbe szökött rezsijárakat, és bizony a pécsi nyugdíjasoktól is elvették a 13. havi nyugdíjat. Ezzel szemben 2010-től a családok támogatása az építkezés jellemezte a polgári kormányok működését, de vissza akarnak jönni a hatalomba az országot korábban tönkretevő baloldali erők. Ezért nagy a tétje a jövő évi választásnak, hiszen a baloldal lerombolná az elmúlt évtized eredményeit. Ezt érzik a pécsiek is, mondta a megyei elnök a fórumon. Őri László vendége Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes volt, aki a napokban Brüsszelben járt, ahol hazánk és az EU bizottság közötti vitás kérdésekről, így a magyar gyermekvédelmi törvényről is szó volt. Mi nem kriminalizálunk senkit. Mindenki adja a magánéletében, amit akar, abba viszont mese nincsen, hogy az iskolába és az óvodába nem engedünk be semmifajta szexuális propagandát, ráadásul az EU-s szerződések alapján a családvédelmi rész, a gyerekvédelmi rész és az oktatási rész az nemzeti hatáskör. Soha semmilyen formában ezt nem adtuk át Brüsszelnek. Ebből kifolyólag hasonlóan a népvándorláshoz, tehát a migrációhoz hasonlóan ebben a kérdésben is népszavazást fogunk tartani, és a bölcs magyar nép el fogja dönteni. A migráció kérdése és az LMBTQ aktivisták nyomulása mellett az úgynevezett klímavédelmi adó fizetéséről is szó esett Brüsszelben. Míg az EU azt szeretné, hogy az átlag emberek fizessék ezt, addig a magyar kormány azt mondja, azok a multik fizessék, akik szennyezik a környezetet. Katonák és önkéntes diákok közösen teszik rendbe a hadisírokat a kaposvári temetőkben. Legutóbb a zsidók egyhelynél dolgoztak. Letisztították és újra festették a sírköveket. A hadisír gondozás nagy hagyományokkal bír Somogyban. Katonák és civilek néhány éve közösen dokumentálták a világháborús emlékműveket és síremlékeket. Azokat a borostyánokat is kijöttek kiszedni, úgy kapával elvágni. Minden szentek és halottak napi előtt a zsidó temető sírjait teszik rendbe Kaposváron. Az önkéntes diákok az első és második világháborús hősök áldozatok sírjainak gondozásában segítettek a katonáknak. A hadisír gondozó hét keretében hajtunk végre iskolai közösségi szolgálattal egybekötve hadisír gondozást a kaposvári zsidó temetőben. 19 első világháborús hadisírnak a rendbetételét csináljuk itt a diákokkal közösen. Az akcióhoz 4 iskola diákjai csatlakoztak, ők kimondottan erre a feladatra jelentkeztek. Önként jelentkeztem erre a sírgondozásra, és nekem azt a feladatot adták, hogy a mohákat kaparjam le. A hadisír gondozás nemzeti ügy, ezért az érettségi előtti kötelező 50 órás közösségi szolgálatba is beszámít a tanulók elvégzett munkája. Igazából ezt egy tök olyan dolognak tartom, ami úgy egy közösségi szolgálatnak teljesen megfelelő, ebből van nekünk is hasznunk, mert ugye nekünk van ez az 50 óra, amit össze kell gyűjtenünk, de ugye Meg alapjáraton is én tök fontosnak tartom azt, hogy azért valami legyen esztétikus, hogyha egyszer már azért van hozzá múltunk, hozzá köthető múltunk. A munkálatokat a hősök temetőjében folytatják majd, hogy az első világháború hőseinek emlékére szervezett november 11-i főhajtást méltó körülmények között tudják majd megrendezni. Megmérgezték a népszerű pécsi állatfarm kutyáját. Erről a rancs tulajdonosa tájékoztatott közösségi oldalán. Torukhoz valaki vegyszerekkel átitatott élelmiszer dobott be. Jelenleg az egyik állatkórházban küzdenek az ebb életéért. Tulajdonosa nem mozdul mellőle, így még nyomozás sem indult az ügyben.
Egészségesen futkározik, játszik a kölyök rókával, ezen a felvételen Toruk, a pécsi mancsrancson. Akkor még minden rendben volt. Ezt a fotót már ma reggel tette ki a közösségi oldalára a városi állatfarmot üzemeltető tulajdonos Fejes Rózsa. Súlyos állapotban került orvoshoz az ebb. Valaki el akarta pusztítani, szörnyű állapotban talált rá, mondja a gazdája. Tegnap hajnalban a szokásos, nagyjából szokásos időben, ugyanúgy, mint minden nap kimentem a gyerekekhez, az állataimhoz. Már akkor észrevettem, hogy Toruk nem rohant elém, úgy, ahogy szokott minden nap reggel. Olyan furcsa feküdt. És hogy bejön mentem, akkor láttam, hogy tele van vérrel az egész udvar, értottság mindenfelé. És feküdt. És jöttek a morfhoz, tuszkolt az orrával, mutatta, hogy baj van. Azonnal hívta az állatorvost, aki életmentő injekciókat adott a kutyának. Már akkor sejtették, hogy megmérgezték az állatot. Rögtön állatkórházba szállították, ahol laborvizsgálatokat végeztek a méreg után kutatva. Megdöbbentő eredményt kaptak. Az az embernek nem nevezhető szörnyeteg. Kétféle mérget is használt, hogy biztosra menjen. Fagyállót is és egérmérget is találtak. Tehát a fagyállód és egérméregre utaló eredményeket is találtak a laborvizsgálatok során. Ezzel a kétféle méreggel átitatott élelmiszert dobott be valaki a kutyákhoz. Toruk evett belőle. Az állatorvos azt mondja, az elkövetkező 5 nap még kritikus lehet. Fejes Rózsa egész nap a kutya mellett van, nem hagyja egyedül a kórházban. Ezért csak telefonon tudtuk megkérdezni a történtekről. 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, hogyha különös kínzásnak teszik ki az állatot, különös szenvedésnek teszik ki az állatot. Egy mérgezéssel kapcsolatosan hát bizonyítás kérdése, de megállapítható. Közel lehet az állatkínzás bűncselekményének, a törvényi tényállásának megállapításához egy állatnak a megmérgezése. Ezt mondja az ügyről a jogi szakember. Egyelőre azonban még feljelentést sem tett a városi állatfarm tulajdonosa. Fejes Rózsa azt mondja, előbb legyen jól Toruk, ez a legfontosabb. Majd ha már nem kell aggódni a kutya életéért, akkor fordul a rendőrséghez. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Látogatási tilalom, ha megelőzést szolgálja az intézkedés. Tovább fejlődnek a kis települések. Felsőnánán az Ady Endre utca, Kölesden a Kismegyeháza újult meg. Karácsonyi csomagosztás, csak a regisztráltak kaphatnak az adományból Szekszárdon. Nyílt napok, novemberben is várják a tanulókat a Tolna megyei szakképzési centrum iskolái. Pénteken is elkerülik térségünket a frontok. A hajnali párásság kötfoltok eloszlását követően a napsütésé lesz a főszerep. Némi fátyolfelhőzet várható csak, csapadék nem hullik. Az évszakos átlag felett alakul a maximum hőmérséklet, éjszaka csillagfényes, gyengén felhős párásodó idő várható. Foltokban köd is képződhet. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!